Köszönjük szépen, hogy visszajöttetek, és hogy vártatok ránk. Ez a Mauticon-nak az első napja, és folytatódik itt ez a magyar színpadon folytatódnak az előadások. A következőkben egy nagyon praktikus, kézzelfogható példákat bemutató előadást láthatunk Kassai Endrétől, aki ügyfélszolgálati igazgató és marketing tanácsadó a Research Center Hunál. Az előadás témája pedig promóciók és piackutatások támogatása lesz. Köszönjük szépen, Endre, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Köszöntelek téged is. Majdnem mindenkivel találkoztam egyébként már személyesen is, akivel most is itt a virtuális térben találkozhatunk. Ettől függetlenül így illik, hadd mutatkozzak be ismét. Kassai Endre vagyok, a Research Centernek, kutatócentrumnak az ügyfélkapcsolati igazgatója. Nagyon örülünk neki, hogy a Mauticon-on felvillanthatunk egy bizonyos szolgáltatás együttest, amit egyébként a Mautic szoftverre építettünk mi magunk is. Mielőtt belekezdenénk a videó vetítésébe, még két gondolatot azért engedjetek meg, hogy megosszak veletek. A felkészülés közben tartottunk olvasópróbát a kollégákkal, és arra jutottunk, hogy túlterheléses támadás lenne valamennyiünk agyára nézve, hogyha én felolvasnám azt a 28 oldalt, amit jegyzeteltünk a negyedórás videónk alá. Abban maradtunk, hogy inkább néha kevesebb a több, nem fog elveszni a lényeg az információ özönben, hogyha kevesebb információt osztok meg, és hagyjuk inkább majd menni néha a filmet. Sajnos úgy vágtuk meg a videót, hogy az első másfél percben rendkívüli módon kell hadarnom, hogy utolérjem, de utána utol fogjuk érni magunkat tartalommal. Na most az elmúlt egy-két évtizedben a marketing kutatás, de úgy általában a marketing tevékenység és azon belül a marketing kutatás, piackutatás is ugye jelentős változásokon ment keresztül. Maga a változás a kutatás alapelveit nem érintette, de majdnem minden más területet igen. A megújulásnak köszönhetően jelent meg a nyílt forráskódú marketing automatizációs szoftver, a Mautic. Ez az amerikai fejlesztésű szoftver képezte az alapját annak a kiegészítésnek, amit mi hoztunk létre, ez pedig a Lead Engine szoftver, ezzel testre szabott online marketing szolgáltatásokat. Egy pillanatra, hadd állj csak meg, Endre, azt szeretném megkérdezni, hogy videót még nem indítottam el. Te látod a videót egyébként? Vagy te nem látod? Még nem látom, de akkor most már el is indíthatjuk. Most akkor elindítom, és hogyha te látni fogod egyébként, nem tudom, hogy neked milyen a nézeted. Te most látod? Remélem. Ha bármikor meg kell állítani, szóljál rám, jó, és akkor megállítom. Rendben, köszönöm. Egy ilyen brand, a kötelező Mautic szponzoros brand cucc kifut, és akkor utána jöttök ti. Jó, köszönjük. Szerintem látom is. Oké, okay, szuper. Szólja meg kell állítani. Jó. Tehát a Mauticra épül a Lead Engine szoftverünk, és a Reach Media, illetve a kutatócentrumnak a speciális, egy pillanatra állítsd meg, kérlek, speciális igényeinek megfelelően sikerült olyan megoldásokat alkotnunk, amik részben a klasszikus marketing automatizációs feladatokat tudják menedzselni, részben promóciós kampányuk teljes körű menedzselésére is alkalmas, azon felül pedig jó pár kutatási projektnek a lebonyolítására és támogatására ugyancsak alkalmas. Mehetünk tovább, egy kicsit remélem, hogy gyorsabb leszek. A klasszikus marketing automatizációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások közé tartozik ugye az ügyféladatok és az ügyfélkommunikáció menedzsmentje, ezen belül az EDM levelek kezelése és gamifikációs modellek fejlesztése. Szintén marketing automatizációs feladata közvetítő kommunikációs csatornák kezelése, mint ahogy látjátok a Facebook, a Messenger. Ugyancsak ebbe a körbe tartozik a panel vagy adatbázis építés, ahol az egyes felhasználó kapcsán a megkérdezett adatokat összetudjuk egyébként kötni további származtatott adatokkal is. Mindezek a megoldások teszik lehetővé a célcsoport specifikus, személyre szabott kommunikáció felépítését. Következőben a promóciós kampányokról, illetve azoknak a menedzsmentjéről lesz szó. Ugye klasszikus értelemben ez egy olyan cselekvési terv, ami a potenciális ügyfelek felkutatásával kezdődik, és értékesítéssel, mozgósítással folytatódik. A általunk kínált eszköz a célcsoportunk aktivitásának ösztönzését és nyomon követését is menedzseli. Kutatási projektek esetén pedig
célzott adatfelvételeket tud támogatni a Lead Engine szoftver, vagy önkitöltős kérdőívek segítségével magát az adatfelvételt, vagy pedig a kérdezőbiztosok támogatásával face-to-face adatfelvételt. Van lehetőség egyébként geolokációs pontokhoz köthető targetálásra, tehát hogy bizonyos helyszíneken történjék az adatfelvétel. Egy pillanatra megállíthatnád megint, hogyha visszamehetünk egy két képkockát. Köszönöm szépen. Tehát van lehetőség arra, hogy bizonyos helyhez kössük a kutatást. Anélkül, hogy mondanám, hogy melyik korábbi cégemnél fordult elő, de volt olyan kutatásunk, ami egy stadion megnyitóhoz kapcsolódott, és ott értelemszerűen meg kellett oldani azt, hogy kizárólag azok legyenek megkérdezve, akik maguk is részt vettek ezen a programon. Ezen kívül van lehetőség arra is, hogy időben késleltetve érkezzenek meg a kérdőívek, vagy a kérdések, mert például, hogyha egy koncerten vesz részt az ember, akkor annak biztos nem örülne, hogyha előadás közben, vagy akár annak a szünetében zavarnák meg kérdésekkel, viszont be tudjuk állítani, hogy fél egy vagy két nappal később, amikor még az emlékek viszonylag frissek, akkor kelljen nyilatkozni, értékelni, vagy pedig minősíteni. Tehát gyakorlatilag ezek a megoldások a célcsoportnak a hatékony nyomon követését és a megkérdezését teszik lehetővé. Most a továbbiakban, a következő pár percben pedig egy ilyen esettanulmány jelleggel, egy esettanulmányt modellezve mutatjuk be ezeknek az eszközöknek és az alkalmazásoknak a működését. Jobb oldalt látszik gyakorlatilag az az adminisztrációs felület, amivel a Lead Engine dolgozik, bal oldalt pedig egy képzeletbeli felhasználónak a telefonját, aki kezeli ezt. Ez lehet egyébként egy válaszadó is, egy potenciális válaszadó, aki regisztrált például egy nyereményjátékon keresztül, vagy pedig lehet egy hostess, vagy pedig egy kérdezőbiztos is, akivel együttműködünk. Most itt jobb oldalt azokat a pluginokat látjátok, amelyeket a kutatócentrummal közösen fejlesztett a Reach Media, és azt is látni, hogy a mobiltelefon üzenetkezeléséhez maximálisan hozzá tudunk férni. Itt most ugye azt modellezi bal oldalt a képzeletbeli felhasználó, hogy beállítja, hogy milyen módon kapja meg az üzeneteinket, milyen felületen keresztül. Maga egyébként ez a minta alkalmazás az Apple Store-ból letölthető, vagy a készülék böngészőn keresztül Safari vagy Chrome böngészőn keresztül is elérhető. Ezen felül a minta megoldásunk progresszív web applikációként is működik. Itt többféle feature-ét, alkalmazását látjátok mind bal, mind jobb oldalon a működtetésnek. Itt például egy idősort láttok, ami a napi szintű használatról szól. Itt most egy geolokációs alkalmazás. Látjuk, hogy Budapesten van a válaszadónk, és azt is látjuk, hogy milyen opciókat ér el a készülékén. Természetesen az, hogy mi őt látjuk, az kizárólag az ő engedélyével fordulhat elő. Független attól, hogy milyen felületről, mondjuk Facebookról regisztráltattuk be az illetőt, automatikusan egy kattintással nem lehet bekerülni a rendszerünkbe. Mindenféleképpen hozzájáruló nyilatkozatot kell jóvá hagyni, és bekattintani, amit itt láttok is lent, hogy megfeleljünk a GDPR követelményeknek. Maga az alkalmazás, az applikáció képes egyébként WebView módban is működni, így könnyen integrálhatjuk a már meglévő rendszereinkhez. Mindenféle űrlapokat meg tudunk jeleníteni, kitöltendő kérdőívet, vagy pedig kupont, vásárlási utalványt, amit aztán lokációhoz kötve ő fel is tud akár használni. Nem ördögtől való egyébként olyan projekt támogatása sem, ahol promóció van, adott esetben kóstoltatás, például rögtön egy kérdezéssel is összekötve. Alkalmas journey-knek a komplex megszervezésére és menedzselésére is egyébként a rendszer, a Lead Engine-ünk, és
Fogjuk látni majd a következő pár percben a példaalkalmazáson keresztül, hogy ennek a követése milyen módon zajlik, illetve milyen animációkat és milyen látványt kínálunk a felhasználónak magának. Itt gyakorlatilag itt be tudunk állítani mindenféle ilyen geoszegmenseket, definiálni tudunk, amiket láttok egyébként jobb oldalt, és majd utána ugye meg is fog jelenni ez a geolokációs követés. Működik egyébként mobil applikációban, meg a böngészőkön is. Amit látni fogunk, Magyarország térképet egyébként, ezen belül futhatnak a Mautic automatikák, de készítettünk olyan demonstrációs anyagot is, ami Bécs mellett Pándorfban kezdődik, és onnan követ le egy olyan journey-t, ami a Balaton partjára vezeti aztán a ott Pándorfban vásárló leendő látogatónkat, illetve válaszadónkat. Volt, ha jól emlékszem, délben egy olyan előadása éppen Attilának, ami a technikai feature-eit mutatta be az alkalmazásnak, sokkal részletesebben és sokkal alaposabban ment mögé. Én egy kicsit inkább a felhasználási lehetőségek és a felhasználásnak a mienségéről, illetve a módszereiről szeretnék néhány szót ejteni. Itt látunk példákat arra, hogy a személyes adatok módosítása és törlése a felhasználói felületen abszolút lehetséges. A GDPR plugin ennek alapján módosítja akkor az adatokat. És hát nem utolsó sorban ugyanígy működik a progresszív web applikációban is. Itt is működnek a bemutatott technológiák. Azt is láthattuk, hogy például, ugye azt, aki kollega, az pontosan tudja, hogy a panel management az egy külön tudományág. Gyakorlatilag majdnem 200 ezeres alappanelt kezelünk, ehhez elengedhetetlen egyébként ez az eszköz, ami óriási segítséget nyújt nekünk ebben. Attilával arról beszélgettünk kicsit somolyogva, hogy mit oszthatok meg, mit nem, mit üzleti titkot, vagy saját módszert, hogy hogyan is haladunk, de azt gondolom, hogy ebben a körben nyugodtan beszélhetek arról, hogy rengeteg olyan aktivitásunk van a panel tagjaink felé, aminek szintén a Lead Engine a motorja. Ezekkel az aktivitásokkal próbáljuk a paneltagoknak a lojalitását megtartani, hogy visszatérő válaszadóink legyenek, ne kopjanak le egy megkeresés után. Itt most az előbb arra láthatok példát, ahogy egy balatonparti strandot kijelölt a felhasználó az alkalmazáson keresztül, egy ilyen geofence, egy kerítést húzott, és van mód például arra, hogyha akár egy promóciós kampányban családosokat vagy gyerekeseket akarnak megcélozni, és ugye kisgyerekeket kizárólag szülő meg felnőtt kísérő jelenlétében lehet, akkor érdemes mondjuk egy strandra küldeni őket. Itt láttatok az előbb a Pandorfi modellt, ahogy ott kijelölünk különböző geolokációs helyeket, és akkor ott lehet mondjuk 100 eurós vásárlás fölött olyan kuponokat nyerni, amiket a Balaton parton lehet aztán felhasználni a részükről. Elmondhatom azt, hogy a marketing automatizációs eszközök általában nem alkalmasak piackutatási feladatra. Mi régóta használjuk a Lime Survey-t. Ez mindenütt a világon egy nagyon jól elterjedt kérdőív szoftver. Államigazgatásban is használják sok országban, Magyarországon is, egyetemeken, nagy egyetemeken jelen van.
Gyakorlatilag a Lime Survey-t egészítettük ki a marketing automatizációhoz a Mautic segítségével. A maga a kérdező szoftver fel van tuningolva a Mauticnak az eszközeivel. Itt már közben el is jutottunk egyébként a Balaton felvidékre, ahol különböző vezetett túrák, kalandoknak a helyszíneit mutogatja most éppen a képzeletbeli adminisztrátor. Itt mondjuk borászatokat jelenít meg, ugye bármilyen képnézetben tudja követni a munkát, ami éppen a legkényelmesebb vagy legpraktikusabbnak tűnik. Jelenleg 3 nyelven elérhető, illetve 3 nyelven kezelhető a szoftver. Ha lesz igény, lenne igény, akkor természetesen ezt bővítjük. Egyébként maga az alap szoftver, ugye a Mautic, az például Japánban is rendkívül széles körben használt és elterjedt. Mondhatni, hogy itt is a képzeletbeli ügyfelünket, vagy válaszadónkat tudjuk követni, vagy munkatársainkat tudjuk navigálni, irányítani, hogy merre mozogjanak, hol mozogjanak. Az látható volt, hogy az adminisztrációs felületünk egyszerre több térképszolgáltatóval is képes együttműködni. Használhatunk Google Maps térképet, vagy Mapbox-ot, meg Mapbox által kínált szolgáltatásokat is. Ezeknek a szolgáltatóknak a térképeit aztán a saját ízlésünk szerint szabhatjuk, az üzleti igényeinkhez igazíthatjuk őket. De mint a példánkban, akkor láttunk Ausztriában kihúzott kerítést, most balatoni geoszegmenseknek a megalkotását látjuk éppen. Azért ezeket a példákat választottuk, mert nemzetközileg talán a legismertebb Budapest mellett még a Balaton maga. Ugye ott vannak ezek a háttéroldalak, ahova a megfelelő tartalmat feltöltve tudjuk mozgósítani és aktiválni a résztvevőket. Végiglátogat például 3 borászatot, kupongyűjt, és ezt a negyediknél, vagy pedig egy újabb helyszínen, akár egy újabb időpontban be tudja váltani. Itt van a strandos példa, ez talán pont az Eszterházi strand, ha jól látom, és akkor a megfelelő pontoknak a megadásával támogatjuk mondjuk a promóciós, vagy pedig a face-to-face kérdezői feladatot. Én közben nagyon sok oldal áttekerésével hagyom meg azt a felhasználó élményt, hogy a szemünkre is hagyatkozhassunk a videó kapcsán. És az egyik legfontosabb, amit most itt a példán keresztül látunk, hogy egyébként a felhasználóra abszolút személyre is tudunk szabni programajánlatot, vagy neki az érdeklődésének megfelelő kirándulási útvonalat és látogatási útvonalat. Azt is el tudjuk egyébként érni ennek az alkalmazásnak a segítségével, hogy különböző helyszíneknek a látogatottságát egy időben optimalizálhassuk. Tehát ha valamelyik helyszín kezd megtelni, akkor a következő keresőknek lehet egyéb új helyszíneket felajánlani, hogy azok is töltődjenek. Gyakorlatilag a végére is értünk a videónknak. Köszönöm szépen a segítséget, Józsi!
Most nem hallunk, azt hiszem. Most? Most igen. Most jó. Van még a prezentációdnak hátralevő része, vagy jöhet egy kérdés? Nem, jöhet kérdés, köszönöm. A kérdés az az, hogy korábban Attila beszélt, de átugrottam, mert nem volt elég idő erről bővebben részleteiben, és te is említetted, hogy ti a Mauticot úgy testre szabtátok, hogy jobban együtt tudjon működni a piackutató szoftverekkel, és erre vannak saját plugin-jeitek, amiket fejlesztettetek. Ezeket el tudod mondani, hogy milyen változást hoznak a Mautic kontaktkezelésébe, vagy milyen módon segítik az adatbekérést? Ezt jobb lett volna, hogyha Attilának sikerül feltenni ezt a kérdést. A technológiai felhasználók kapcsán ő sokkal jártasabb, járatosabb. Én inkább úgy mondanám, hogy a Mautic nagyon jól kiegészíti a Lime Survey-t. Amit a Lime Survey nem tud, azt a Mautic segítségével hozzá tudtuk adni, és viszont, mert a Mautic pedig alapvetően nem kérdőív szoftver, nem a kérdezést támogatja főszabály szerint, de ez a fajta összekapcsolódás, ez a fajta egybeolvasztás, ez nagyon jól működő, és nagyon jól sikerült megoldást jelent számunkra, illetve azok számára, akiknek dolgozunk ezen keresztül. Világos. És még egy kérdés az, hogy Lime Survey az európai, ha jól tudom, ugye? Vagy hogy Európában elterjedt? Európában is nagyon elterjedt, de egyébként mindenütt, tehát hogy minden kontinensen találni felhasználót a Lime Survey-re, és vannak olyan országok, ahol az államigazgatás is használja a Lime Survey-t, illetve azt emeltem még ki, hogy német egyetemek, magyar egyetemek, amerikai egyetemek is. Tehát, hogy szándékosan kerestünk olyan megoldást mi is, ami úgymond nem rétegzene, hanem már bizonyított. Világos. Hogyha valaki kapcsolatba szeretne lépni veletek, akkor mi az a legjobb kapcsolat, mi a legjobb pont, hogy többet tudjon meg a szolgáltatásaitokról? Magáról a szolgáltatásról. Én azt javaslom, hogy bár van egy ilyen minimálra szerkesztett honlapja magának a Lead Engine-nek is, de aki bármelyik megoldás iránt érdeklődik, az keresse meg inkább a Reach Media, vagy pedig a Research Centernek a weboldalát, és az ott azon keresztül elérhető munkatársakat. Rendben, szuper. Köszönjük szépen, Endre, még egyszer, hogy részt vettetek. És köszönjük. Mi is köszönjük a lehetőséget. Szervusztok. És akkor 4 órakor következik a mai utolsó, illetve a 2021-es Mauticon utolsó magyar előadása. Ez egy kicsit rövidebbre kellett, hogy vágjuk, mert végül nem élő előadás lesz, hanem egy videós prezentáció. A lovasok.hu részéről Friss Andi fogja az előadást majd, illetve hát ő vette videóra is, küldte el nekünk. Úgyhogy 4 órakor találkozunk, addig mindenkinek jó kávézást.